Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Israel, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szent Léleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya, és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz a fiú, nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Azt hiszem, hogy aki végigkövette ezt a rövid sorozatot, annak egyértelmű kell, hogy legyen, hogy milyen viszonyban áll az atya és a fiú. Nézzük meg, hogy mikor is köttetik meg az úgynevezett új szövetség. Jelenések könyve Higalú 19-es fejezet, 7-estől a 16-os versig így szó. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. A bárány menyegzője eljött, és ez még csak jelenések könyvében ír erről. A menyegző maga a szövetség megkötése. Ez az, amikor megköttetik a szövetség kikkel, az ő feleségével, aki elkészítette magát, és adatott annak a feleségnek, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyorsba, mert a fehér gyors a szenteknek, kadusim, igazságos cselekedetei. Ez a fehér ruha reprezentálja a szenteknek az igazságos cselekedeteit. Kik a szentek? Higalú jelen, jelenések könyve 14-12. Itt van a szenteknek a kedveséim békeséges tűrése. Kik azok, akik megtartják Elohim parancsolatait és Jahusa hitét? Ezek a szentek. Szóval, kik a szentek, akik megtartják az ő parancsolatait és hisznek a megváltóban? Az igazságos cselekedetei. Mi az igazság? Te 119.151, közel vagy te, Jahua, és minden te parancsolatod igazság. Ez az igazság. Az, aki fehér gyorsba öltözik, aki az ő parancsolatai szerint él, a Jahusa Hamásiákba vetett hit által. Ez az, aki az ő felesége, aki el fog jutni majd oda, arra a menyezőre. Még nem lehetett megkötni a szövetséget, hiszen még mindenki nem tudta, hogy mik a feltételek. El kellett, hogy vigyék a Föld négy sarkára ezt a jó hírt, hogy mindenkinek lehetősége legyen felöltözni abba a fehér gyorsba, hogy mindenki megérthesse, hogy mi a feladata, és hogy utána mindenki eldöntesse, hogy ő akar-e így élni, vagy sem. Hogy ha, ha már akkor megköttetett, akkor az, aki most rájön, az, annak nincs esélye, hogy belépjen abba a szövetségbe. A szövetség itt lesz majd befejezve ezen a menyegzőn. Ugyanúgy, ahogy a sínai hegyen, mikor megköttetett, az volt a befejezése. Előtte elmondta a feltételeket, elvezetőket, megmutatta magát, és utána kötötte meg a szövetséget, ugyanúgy, ahogy most. És, mo és ez a bárány menyegzője, nem az atyáé. És mondanékem, írd meg, boldog azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosa, A báránynak a menyegzőjére, nem az atyáira, a bárányira. És mondanékem, ezek az Elohimnek igaz beszédei. És leborulnék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem. Nézzük meg még egyszer. A bárány az, aki meg fogja kötni majd a házasságot. Ez egyértelmű kell, hogy legyen. Ez a bárány menyegzője, ő Elohim szava, ez az ő partia tulajdonképpen. Ő az, aki a házasságot köti. izrael és mindazokkal, akik csatlakoznak hozzájuk. Honnan tudjuk? Jeremiáhu 31-es fejezet, 31-es versből. Ímé eljönnek a napok, azt mondja Jahu, eljönnek a napok, azaz a jövőben, ez az utolsó időszak. És új szövetséget kötök a Jéssel házával és a Jahuda házával. Ez az, amiről beszél Jelenések könyve 19. Ez, ez a szövetség, ez a mennyező, ez az új szövetségnek a megkötésének az időpontja, amiről írt Yahoo, és az összes többi profét, akik mondták, hogy tér vissza az útra, különben e, problémák lesznek. Ez az a szövetség, amiről mindenki beszél. Nem a ma szövetség szerint, melyet az ő atyáikkal kötöttem. Az napon, melyen kézen fogtam őket, és hogy kihozzam őket egyiptom micraim földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja Jahua. Ki volt az, akivel a szövetséget kötötte? Nézze meg mindenki az előző részeket, és kiderül. Jahua angyala, az angyal Jahua, a malák Jahua volt az, aki ott volt a sínai hegyen, akivel a szövetséget kötötték. Ő az, aki férjük maradt, a szó az, aki ezt hozzáadta, az atya, a fián, az Izrael népét. A fiának keresett egy felesége, nem saját magának. A fiának keresett, és megtalálta. De az nem tartotta be a szövetséget. Ki volt az, aki kihozta? Egyértelműen megnéztük, hogy ki volt az, aki kihozta. Ki az, az angyal, aki előttük ment, aki aki a, szó, a szót adta, az igét adta, amiből az élet jön. Ki volt az, aki aztán előttük járt a, a, pusztában. Ez mind, mind az angyal Jehova Az atya szava. Az, aki előttük járt. Az, aki próbálta őket visszatéríteni az útra. Aki azt mondja, hogy én férjük maradtam, azt mondja Jehova. Hanem ez lesz a szövetség, melyet e napok után a Israel házával kötök. Azt mondja Jehova. Mely napokról van szó, azt meg tudjuk többek között Jeremiáhu 30-as fejezetben. De egyébként az, amelyet leír a, az elszáradt csontok völgyének a története. Amikor a két bot egyesül. Ugyanerről beszél itt is. Az a szó, melyet szólott Jehua Jirmi mondván. Ezt mondja Jehua. Jisel hatalmassága mondván. Mindem a szókat, melyeket mondottam néked, írd meg magadnak a könyvben. Milyen könyvben? Ebben, amit olvasunk Jirmi könyvében. Mert ímé eljönnek a napok. Azt mondja Jehua, és visszahozom az én népemet, Jisrát és Jehúdát, azt mondja Jakua, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őző atyáiknak adtam, és bírni fogják azt. Nem köttethetett meg ez a szövetség, amikor a, a siák itt volt, hiszen akkor nemhogy visszahozta a népet, hanem akkor kezdte el őket szétszórni. Ez egy jövőbeni profécia, amikor visszahozza majd Israel és Yahuda népét a földre, és majd akkor köti meg vele ezt a szövetséget, az új szövetséget arról nem beszélve most, hogy azok, akik ott vannak, azoknak semmi közük nincs, nem, nem hogy a, a törzséhez, de még, még a, az Izrael népéhez sem, de egyébként mellesleg még a semitasághoz sem. Az egy másik kérdés. A lényeg az, hogy lássa mindenki azt, hogy arról beszél, hogy visszahozza a népet, és akkor fogja megkötni ezt a szövetséget velük. Hogyan? Törvényemet, Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és hatalmasságokká leszek, ők pedig népemmé lesznek. Azaz, ez még mindig a Jesrael, vagy Izrael házáról szól. Izrael házával köti ezt a szövetséget, a törvény a belsejükbe helyeztetik. Nyilván mindenki, aki ezt szerint él, e szerint részese lesz a szövetségnek, azonban nézzük meg, mit ír még. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atya fiát mondván. Ismerjétek meg Jahuát, mert ők minnyáján megismernek engem. Kicsintől fogva a nagyig azt mondja Jahua, mert megbocsátom az ő bűneiket, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Ki ez, aki beszél? Az angyal Jahua, aki közvetíti az atya szavát, mint egy szócső. Mint egy üzenet közvetítő, mint ahogyan a neve is mutatja, Malak Yahua, A nagykövet, az üzenet közvetítő, az üzenő. Úgy tűnik az embereknek, hogy nem tanítja már senki a másikat? Úgy tűnik, hogy mi már ebben a szövetségben élünk, ahol nem tanítja senki az ő felebarátját? Hogy amikor mindenki ismeri huát, a kicsintől a nagyig, úgy tűnik az embereknek, hogy ebben a szövetségben élünk, mikor a legtöbb embernek fogalma sincs semmiről, mikor a legtöbb ember nem, hogy nem ismeri őt, hanem még, még egyelőre az ő parancsolatait átoknak tartja, meg rabságnak, meg mindent megtesz annak ellenére. Úgyhogy ez, ez a szövetség még nem élhet. Az, hogy valaki azt mondja, hogy nekem az ő parancsolatai a szívemben vannak, az egy dolog. Az egy dolog. Az, aki nem úgy cselekszik, annak nincsenek a szívében. Azt szeretném, hogy lássa mindenki, hogy Jésel háza, a teljes háza, 12 tizenkétől benne lesz a szövetségben. Mindjárt elmondom, hogy miért fontos ez. Azt szeretném, hogy mindenki megértsen, hogy még nem vagyunk az új szövetségben, nem lehetünk abban. 36. Ha eltűnnek e törvények előlem, az ő törvénye soha nem tűnik el. Azt mondja Jahó. A Jiselnek magva is megszakad, hogy soha én előttem néplen ne legyen. Azaz mindig is Jisel lesz az első szülötte. A fiú, Jisel és a világ. Ezt mondja itt pont, hogy mindig benne lesz a szövetségben Isel. Ezt mondja Jahó. Ha megmérett, Megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a Föld fundamentumait. Én is megutálom Israelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja Jakó. Azaz ez nem fog bekövetkezni, hiszen nem lehet az egeket megmérni, és nem lehet le megnézni a Föld fundamentumait. Azaz Isel benne lesz a szövetségben. Melyik szövetségben? Abban, melyet a bárány mennyegzője fog lezárni és szentesíteni addig még az emberek felöltözhetik ezt a tiszta, fehér gyolcsruhát. Mi is ez? A törvények szerint való élet. Ez az. Tízes így folytatódik. Meglásd, ne tedd. Leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, nékem, ki ez, aki itt van? Ja, a másik, ő az, aki beszélje a Mit mond? Meglásd, ne tedd. Szolgatásod vagyok néked, és a te atyád fiainak, kik az ő atya fiai, vagyis a Isra háza akiknél bizonytság bizonyságtétele van, azok, akik az ő atya fiaik születését fog, és akik hisznek, és akik a törvényekben járnak. Ez mind egy menyegző. Ez mind egy menyasszony. Ez mind azok a szentek, akik Fehér gyorcsba öltöztek, akiknél bizonytság bizonyságtétele van. Elohimet imád! Mert a húsabb bizonyságtétele a profétaság lelke. Azaz ne engem imádj, hogy nekem borulj le előttem, hanem Elohimet. Miért? Azért, mert ő azért jött hogy elhozza Elohim dicsőségét, hogy megmutassa, hogy visszavezessen minket oda, ha másják maga. 11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hívatik vala hívnek és igaznak, igazságosan ítél és hatakozik. Mi az igazság? Az ő törvényei, az atya törvényei. Ez az, aki itt jön, a visszatérés. Ő az, aki jön a mennyegzőre. És az ő személy olyan, mint a tűzláng, az ő fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud. Csak ő maga. És vérrel hintett ruhába való és neve Elohim igéjének neveztetik. Még most is mondja, hogy ki az, aki visszatér. Elohim igéje, nem az atya. Elohim igéje az, aki visszatér. Ki az? Jehusach másiák az angyal Jahua, Malak, Jahua, aki mindvégig kísérte az emberiséget, és mutatta volna az utat, hallgatott volna. Ez az, aki még mindig visszatér, mint Elohim igéje. És a mennyei seregek követik valójában fehér lovakon, fehér tiszta gyolcsba öltözve. Mi az a szentek igazságos cselekedetei? Azok azok, akik vele vannak, akik úgy élnek, mert ő Elohim igéje. Ő vele nem lesz olyan ember, aki itt úgy él, mint egy pogány, aki, aki olvasgat néha, meg aki, aki elmegy vasárnap a templomba, meg, meg, utána meg csinálja a dolgát. 14. 15. Bocsánat. És az ő szájából éles kard valaki, hogy azzal verje a pogányokat. Mi ez az éles kard? Az igéje? Az ő szava? Ez a két élő kard. Ami behatol egészen a, a legbelsőig az ember. Hiszen hiszen megmutatja, hogy milyen az emberek cselekedetei. Ezért éles kar, ezért kétélű kar. Ez az igazság, ami megmutatja, hogy milyen rossz úton jár az ember. És ő fogja azokat legeltetni vasveszővel. Ki ez? Elohim igéje. Nem az atya, Elohim igéje. Ki ez, aki visszatér a mennyekzőre. És ő nyomja a mindenható Elohim haragja hevének borsajtóját. Elohim az atya az ő borsajtóját nyomja meg. És az ő ruháján és tomporán oda írva az ő neve királyok, királya, és hatalmasságok, hatalmassága. Ja, Hüsák Elohim igéje, az az, ami uralkodik majd a világon vasvesszővel. Ez az a királyok, király és hatalmasságok, hatalmassága. Nem az atya, nem egyenrangú vele, ez az ő szava, aki visszajön. Honnan tudjuk? Többek közt Teheli második fejezet 8-10-ig. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Mit mond? Hogy azzal fogja a pogányokat venni, és hogy, hogy ő fogja azokat legeltetni vasveszővel. Odaadja neki. Ki az, aki odaadja? Az atya az, aki odaadja neki. Összetörödőket vasveszővel, széljelzózod őket, mint cserépedét. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek, bírály. Figyelmezteti a világot, hogy térjenek észhez. Miért? Azért, mert el fog jönni az ő szava, aki megítéli a Földet. Ez az, amiről ír a Zsoltárokban Daud, vagyis Dávid. Ugyanezt mondja el Kanonnak, Jehusha Hamásiak, Elohim igéje. Ugyan erről beszél. El fog jönni a nap, amikor megítéli a Földet. És megköti a szövetséget kivel? Aki úgy élt. Azzal. Jeremiahu 32, 37-től 40-ig így szó, én, én, összegyűjtöm őket. Kiket? Israelt? Minden a földekről, amelyekre kiűztem őket, haragom, hogy csak is kizárólag őket űzte ki a pogányokat, nem kellett kiűzni, ők ott voltak. Felgerjedésemben és nagy bosszankodásomban is visszahozom őket e helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. Mi ez a hely? és és elföldje, Jeruzsálem. És népen mély lesznek nékem, én pedig hatalmasságok leszek. Ugyanezt mondta az előbb is. Adok nékik egy szívet, egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolgok nékik, és az ő fiaiknak ő utánok egy új szívet ad, és egy utat ad nekik. Mi ez mondanékik a húsa? Ja, Hukanon 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Még mindig arról van szó, hogy hogyan jut el az atyához. Ad nekik egy szívet és egy utat, hogy visszataláljanak az atyához hogy tudják, hogyan kell élni abban a házban, amelyet az atya alapított. Az ő fiának. Az ő rendtartásai szerint, hiszen erről szól a ház, és örökké való szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük, és a velük való jó és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Aki nem fél, az nem érti az atyát. Úgyhogy ez még mindig arról beszél, hogy Isel vissza fog kerülni. Majd a szövetségbe, melyik szövetségbe, abba a szövetségbe, melyet a bárány mennyegzőin fognak megkötni. Egy érdekes dolog történik Jeremi Yahu 31.22-es versben. Meddig bújdosol ószófogadatlan fogadatlan leány ki ez Mert az úr Yahu a új rendet teremte földön. Mi az új rend? Az asszony környékezi a férfit. Értse meg mindenki azt, hogy ez az, ami most történik. Ez az, ami most történik. Hogy történt az első rend, úgyhogy ő eljött hozzájuk Egyiptomba, kivezette őket, és könyörgött nekik, hogy lépjenek be a szövetségbe. Bebizonyította, hogy ő, hogy ő el tudja őket látni, hogy meg tudja teremteni a, a legjobb feltételeket, meg tudja védelmezni őket. Megvan a szövetség, ő rendet teremtett, megkötötte velük úgy, ahogyan azt kell, tudták a feltételeket, igent mondtak ennek ellenére elhagyták. Ezúttal elküldte az utat előbb, és hagyja, hogy az, aki akar, rálépjen és járjon azon, hogy eljusson a végén hozzá. Ez az az új rend, amikor az asszony környékezi meg a férfit. Ki az asszony? Az ő felesége, aki azok a szentek, akik fehér gyolcsba öltöznek, akik az igazságot cselekszik. Az az ő menyegzője azok, akik ott lesznek majd a szövetség megkötésekor. Most azonban még rá lehet lépni az útra, el lehet jutni oda, hiszen megmutatta nekünk azt. Ez az új rend. Még nincs megkötve a szövetség, még nincs befejezve a szövetség. Azok, akik azt mondogatják, hogy az ő szívükben van a törvény, és úgy élnek, mint a pogányok, azok nem értik, hogy miről szól az új rend. Itt igazából érthető Avri zsidókhoz 8-as fejezet, hiszen az, amit Jeremiahunak elárult évszázadokkal korábban, az most kezdik megérteni. Most értették meg, hiszen most törték, most látták meg az utat. Ugyanezt megismétli meg, mert Torgálván őket így szó, így napok jönnek, ezt mondja Jahua, és Israel házával és Jahudának házával új szövetséget kötök, tehát ezek benne lesznek a menyasszonyban részei lesznek. Ezekhez fog tulajdonképpen csatlakozni a többi. Leírja ugyanazt, amit olvastunk miához 31-31-től 35-ig körülbelül. Az új szövetséget köt, amikor nem tanítja senki, megkegyelmezik az álnokságaiknak. Nézzük meg az utolsó verset. 13. Mikor újra beszél, óvá tette az elsőt. Ó, látjátok? Már ennek vége van, már új szövetségben élünk. De nem azt mondja? Ami pedig megavul és megvénhedik. Közel van az enyészethez. Nem azt mondja, hogy vége van, azt mondja, hogy közel van a vége. Mert még nincs vége, még abban vagyunk. Az előkészületeiben. Az újról beszél, óvá teszi az elsőt, ami pedig megavul, megvénhedik, közel van az enyészethez. Még nincs vége, még csak közel van hozzá. Még mindenki azon harcol, hogy ő legyen az az asszony, aki fut a férfi után, és majd odaérjek. Ugyan erre példázott a tíz szűzből az öt bölcs és az öt ostoba. Akik futnak a versenyen, de csak a fele ér oda. Pedig mind a kettő tudja, hogy mit kellene csinálni, mert mind a kettőnek megvan a lámpása. Ennek ellenére nem csinálják. Ez az, amiben vagyunk. Megmutatta az utat, hogy mi az, amin járni kellene. Most mindenki járja az utat, és megpróbál eljutni hozzá. Mindenki az asszony, aki eljutna, a, aki keresi a férjet. Annak ellenére, ami történt régebben, mikor a férj volt az, aki könyörgött az asszonynak. Azonban ennek még nincs vége, csak közel van az enyészethez. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat, halleluja!